Üdvözlöm Önöket, Csányi Sándor vagyok, és a mai videónkban a G10, 15, 18 és G11V midland típusú rádiókat fogjuk megtekinteni. A G10, 15 és 18-as egy azonos termékcsalád növekvő szolgáltatásokkal bíró modelljei. Kicsit kilóg a sorból a midland G11V típusú készülék, amely hangos csatorna bejelentéssel rendelkezik, amely azt jelenti, amikor bekapcsoljuk a készüléket és állítunk rajta, akkor az egyes funkciókat angolul bemondja a készülék. A készülékhez alaptartozik az 1600 mAh-es lítium-ion akkumulátor, valamint beépített, állítható, érzékenységű VOX funkcióval rendelkezik. A szóban forgó PML rádiók mindegyike CTCS-es kóddal, illetve CCS kóddal lettek ellátva. Míg a G10-es típusú rádió alaptartozékként 1200 mAh-es lítium-ion akkumulátorral kerül szállításra, addig a termékcsoport további tagjai pedig 1600 mAh-es akkumulátorral. A belépőszintű G10, G15 és G11V típusú rádiók előre programozott 8 plusz 8 csatornával rendelkeznek, míg a G18-asak pedig 99-el, vagy úgy jön ki, hogy az első 8 az alap PML-re csatorna, a maradék 91 pedig CTCS és vagy DCS kóddal ellátotta a csatorna. A G15 és G18-as rádiók IP67-es por- és vízállósággal rendelkeznek, valamint 10 fokozatban állítható érzékenységgel ellátott VOX funkcióval. A G18-as a G-termékcsalád csúcsa, amely háttérvilágított LCD kijelzővel, beszédtitkosítással, FM rádióval, valamint 2 fokozatban állítható adás teljesítménnyel bír. A bemutatott készülékek mindegyikéhez fejszett is csatlakoztatható, egy 2 és feles és 3 és feles jack dugó formájában.